Ökumenikus Segélyszervezet Szeretetészség elnevezésű országos adventi pénzadománygyűjtő akciója november közepén indult útjára az első 1353 darab mézes kalács szív feldíszítésével. Ungvári Miklós azonban nem csak a habzsákot fogta a kezébe, hanem a sodrófát is. Minden, igen, ez jó. Gyújtani? És ez nagyon jó. Ez olyan, mint a gyerekkorunkban ez a... Mint a gyúrvágyó. Szerettem volna kivenni az egészből a részemet, hát a tészta gyúrásból sajnos nem tudtam, de már a nyújtásban és a szaggatásban már ott voltunk, aztán azok a kis szívecskék, amit itt kiszaggattam, azok egyből mentek a sütőbe, és hát ugye utána, amint látható, itt a hármas számot fődíszítettük, a díszítésben meg pláne kivettük a szerepünket. Mint kiderült, az olimpiai ezüstérmes Európa-bajnokságán csozó egyáltalán nem kezdő a mézes kalács készítésében. Unoka a gyerekeimmel szoktam, igen. Nekem még gyermekem nincs, így nem tudok vele, de van 6 unoka gyerekem, és azokkal, akik karácsonykor úgy megmozdulnak, vagy szeretik ezt a mézes kalács sütést, vagy ezt a forgatagot, mindenképpen szeretek ott is megmutatni egy-két trükköt itt a mézes kalács. De azt gondolom, hogy hasznos volt a mai nap, nagyon jól éreztem magam, és bízom benne, hogy ha netalántán így karácsony előtt elkezdünk otthon sütögetni, akkor hasznát veszem a ma tapasztalataknak. Jól éreztem magam, örülök, hogy így ugye olimpikon társaimmal és többen így híres emberek összegyűltünk, mert mindig jó érzés azért segíteni, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy az ember segítsen, vagy hogy tényleg minél többen szálljanak be ebbe a kezdeményezésbe, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon jó délelőttet töltöttünk itt. Az Európa-bajnok úszó Berasztó Evelina jótékonykodással kapcsolatban úgy fogalmazott, ha valakinek lehetősége van arra, hogy más életét jobbá tegye, akkor cselekednie kell. Ahogy ezt Ungvári Miklós egész évben teszi. Természetesen szoktam jótékonykodni többek között azért is, mert tudom, hogy mennyit számít, mennyit jelent ilyenkor, és nem csak ilyenkor jótékonykodok, hanem egész évben próbálok segíteni azoknak a gyermekeknek. Itt el kell mondanom azt, hogy egy lovas terápiával foglalkozunk, kihívással élő gyerekek lovagoltatásával. Segítünk azoknak a gyerekeknek, akik ugye halmozottan, vagy esetleg kihívással élő, legyen ez többszörösen, legyen az egy Down-os, Rett-szindrómás, autista. Szóval én azt mondom, hogy nem felejtem el ezt, akár ugye ez lovas terápia pacidokinál történik, sajnos nincs egy fedeles lovarda, ahol télen is bírjuk ezt oldani, ezért kiszorulunk a szabadba, és ilyenkor elég nehéz így a hidegekben, amikor a tél beálltában elég nehéz a foglalkozás, és hát tudni kell azt is, hogy 10 vagyunk testvérek, én tudom mennyit jelentett annak, amikor nekünk segítettek, és most próbálok visszaadni, én segíteni azoknak a gyermekeknek, vagy esetleg rászoruló családoknak, akiknek nagyon sokat jelent egy-egy ilyen pillanat. A két kiváló sportoló a karácsonyt egészen másképpen ünnepli. Nem szeretem a karácsonyt, de jó, tényleg nem a kedvenc ünnepem. Most igazából tök mindegy, miért elváltak a szüleim, tehát nyilván az ember arra vágyik, hogy az egész család együtt legyen, ez nem nagyon szokott összejönni, de igazából évről évre jobb, úgyhogy hát egyszer még ez is össze fog jönni, hogy meg ugye az, hogy utolsó pillanatban még versenyzünk, ugye december elején, december közepén is. Azt hiszem most is ebben az évben 17-én lesz az utolsó versenynapom, és akkor nagyjából van egy hét rohanás, hogy az ember összeszedje a gondolatait, a dolgait, meg mindent rendezzen, úgyhogy kicsit bonyolult nálunk ez a karácsonyozás, de azért igyekszünk mindig jóvá tenni. Hát már egész nap készülődés, ugye karácsonyfa díszítés, majd este megérkezik szinte mindenki édesanyámhoz, édesanyámnál tartjuk a karácsonyi vacsorát, ott vacsorázunk, majd aztán tényleg késő éjszakában, hajnalban nyúló játékok, gyerekekkel még akkor is szoktak lenni ilyen díszítések esetleg, vagy társas játékozás, melyik mit kapott, rakjuk össze, szedjük szét, szóval ilyen jó hangulatban telik a karácsony. Édesanyád felel a karácsonyi menüért? Igen, általában ő mindennek ellenére, hogy már nem annyira fiatal sajnos, neki ez a ajándék a felénk, az unokák felé, hogy ő készíti általában a karácsonyi menüt, a sütiket, most már egyre nehezebben sajnos, mert ugye nem nincs mindenkinek meg a saját szájához való sütemény, mert akkor tényleg lehetne 30 féle sütemény, és még legalább 30 féle egyéb ételek, de ennek ellenére mindig kitesz magáért, és én is sokszor álmékodva és úgy nézek, hogy tudja ezt még mindig megcsinálni. Neked melyik a kedvenc sütid? Nekem a repülőkrémes vagy a hókocka. Nem vagyok a karácsonyi menü sem, de kicsit csalni szoktunk, de természetesen azért a sütik, a bejgli, meg minden ilyesmi megtalált az asztalon. Én úgy gondolom, hogy ennyi kell. Tehát, hogy az embernek azért van egy ilyen heteráldás, ugye akkor nem is edzünk, azért kell egy kis jót is enni.
szilveszter, azt azért meg szoktátok ünnepelni, hogy vége az évnek kezdődik az új? Meg, de igazából minden nap ugyanolyan szerintem. Úgyhogy nem tulajdonítok neki akkor a nagy dolgot. Elkezdik egy újabb év, egy újabb munkás év. És ugye igazából csak azon szokott múlni, hogy most ugye EB-re, olimpiára vagy VB-re készülünk, tehát abban változik talán. Akkor különösebb fogadalmak sincsenek. Nem igazán szoktam fogadalmakat tenni. Na, alapvetően vannak magam felé elvárások, amit minden évben ugyanúgy tartok, vagy szeretnék tartani, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem kell különösebb dolgokat megfogadnom.